Domborművet avattak a múlt hét folyamán a kiszombori Dózsa György általános iskola tornatermében, tisztelegve a falu egyik híres szülöttje, Vitéz Szűcs József emléke előtt. Mádai Norbert, a Magyar Szabjavívó iskola alapítója az ünnepségen a honvéd alezredes és katonavívómester életének több fontos mérföldkövére is kitért. Látjuk ezt az egyszerű fiút kisgyermekként mesztélláb szaladni itt a faluban, ahol magyar viseletben járt az oskolába, otthon pedig édesanyja magyar népdalokra tanította. Később megpillanthatjuk őt egy régi, megsárgult fényképen, a 9. honvéd gyalogezred altisztjeként. Tudják, az a gyalogezred, ami Horthy Miklós kormányzó alatt a nemzeti hadsereg egyik első alakulata volt. Ha valahol lehetett magába szívni a magyarságot, abban a gyalogezredben lehetett. Megfigyelhetjük, ahol szeretett vívómesterével, a legendás Borsodi Lászlóval, egy rothadó falu vívóteremben, fölázott parkettán botladozva, de úgy megtanulja a magyar kardvívást, hogy olimpiai bajnokok sokaságát segíti később a győzelemhez. Az esemény meghívott vendége volt Szűcs Ágoston, Vitéz Szűcs József fia is, aki beszédében meghatottan emlékezett vissza arra, hogy édesapja a szakmai sikereken felül hogyan állta meg helyét emberként is. A II. Világháború alatt Budapest ostroma során édesapám a Budapestet védő magyar csapatok főparancsnoka volt. Hitéről, emberszeretetéről és bátorságáról tett tanúbizonyságot, amikor üldözött zsidó családokat mentett meg. Később a budavári kitörést követően orosz fogságba került, Kisvárdánál az orosz katonai parancsnokság engedélyével, miután ártatlansága igazolást nyert, lefokozva, mint százados lehetett az új hatalom tisztje. Később a Honvédelmi Minisztérium személyi főcsoportfőnökség vezetője lett, mint alezredes. Vitéz Szűcs József tragikusan fiatalon, 43 éves korában hunyt el, áldozatul esve a 20. század közepén Magyarországon domináló politikai berendezkedésnek. 1950. április 1-én, mivel a katonai főtörvényszék politikai jogból hűtlenség, hazaárulás és kémkedés büntette miatt halálra ítélte, kivégezték. Híres mondása volt, hogy mindenért egyszer fizetni kell. És sajnos ő életével fizetett az akkori rendszer kegyetlensége, politikai megbélyegzése miatt. Kívánom, hogy az emléktábla mellett a dombormű emlékeztessen bennünket falunk szülöttére, aki életútjával példát mutatott és mutat a jövő nemzedéke számára. A rendezvényen Zetényi Csukás Ferenc író is beszédet mondott, aki kiemelte, mindenkorban elengedhetetlen, hogy emlékezzünk a múltra, a jelenben pedig tegyünk a jövőért. A 2019-ben elhelyezett tábla, mellette pedig az új dombormű méltó módon állít emléket egy olyan embernek, aki egész életével és halálával a magyarság ügyét, a magyar haza honvédelmét és a legmagyarabb sportot, a kardvívást szolgálta.